Az 1848-49-es szabadságharc bukása után az eseményekben játszott szerepük miatt Aradon kivégzett 13 vértanúra emlékeztek a Sátoraljaújhelyi Speciális Általános Iskola diákjai. A megemlékezésen az Oktatási Intézmény színjátszóköre adott műsort. Nagyon sokat gyakoroltunk, muszáj volt, egy kicsit nehéz volt, de meg lehetett tanulni. Én nagyon szeretem ezt a csinálni, szerepelni, és nagyon szeretek. A gyerekek felkészítője azt mondta, a próbák során arra is törekedett, hogy a diákok tisztán lássák a történelem eseményeit. Kiskolánkban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a nemzeti ünnepeket a gyerekekhez minél közelebb hozzuk, minél megfoghatóbbá tegyük számukra. Ezzel a nemzeti hovatartozásukat is erősítjük, illetve a történelem, irodalom tudásukat is elmélyítjük. Valamint nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az idői tájékozódó képességük ezáltal fejlődik. Az intézmény vezetője kettő szerepet nyilvánít az iskolai megemlékezéseknek. Egyrészt, mint mondta, a tanítványaiknak is meg kell ismerniük azokat az embereket, akik életüket áldozták hazánkért. Másrészt nevelő hatása is van az ünnepélyeknek. A mi gyermekeink közül sokak olyan szociális környezetből jönnek, akikkel külön meg kell értetni azt, hogy miért is kell ilyenkor ünneplőbe öltözni. Sokuknak sajnos otthon nincs is ünneplő ruhájuk, ahhoz képest mégis igyekszenek egy-egy sötétebb színű nadrágot vagy fehér inget fölvenni. Ez már önmagában is nagy szó, hogy a 122 tanulónak a jó része azért ma is ünneplőben érkezett, akik pedig nem, azokat továbbra is arra próbáljuk rávezetni, oda irányítani, hogy ők is saját maguktól igényeljék már azt, hogy megfelelő öltözetben tudjanak jönni ezekre a napokra. Az újhelyi speciális iskolában valamennyi nemzeti ünnepünkre a diákok közreműködésével emlékeznek meg.